Jó napot kívánok, sok szeretettel köszöntöm kedves nézőinket. Ez itt az Enigma, amelyben van szerencsém egy új szakértővel beszélgetni. Hadd mutassam be önöknek Bányász Pétert, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatóját. Szervusz Péter, üdvözöllek. Szervusz, köszönöm a meghívást, nagy tisztelettel köszöntöm a nézőket. A mindennapjaink részévé vált. Szinte mindannyian használjuk, és önkéntelenül is alkalmazkodunk naponta változó, alig követhető szabályaihoz. Egyre több ember már csak ezen tájékozódik. Kevesen tudnak nemet mondani neki, az újabb generációk számára természetesebb, mint a levegővétel. Sokan függővé válnak, sokan önként és dalolva osztják meg emberek ezreivel legszemélyesebb élményeiket, adataikat, titkaikat, miközben sejtelmük sincs az ezzel járó veszélyekről. Felesleges információk tengerét termeljük és fogyasztjuk rajta. Ez a közösségi média. Bányász Péterrel beszélgetek tehát, mint közösségi média szakértőről, és az első kérdésem természetesen egy általános, ugyanakkor egy definitív kérdés lesz. Induljunk ki abból, hogy bár, ahogy nemrég megtudtam tőled, a magyar internet felhasználók mintegy 86%-a van fönt a Facebookon is, de ennek ellenére nagyon sokan nincsenek tisztában azzal sem, hogy mi az, hogy közösségi média. Első megközelítésben hogyan lehet megkülönböztetni a közösségi médiát a hagyományos felületektől, akár online, akár nyomtatott sajtótól, illetve mondjuk el azért, hogy melyek a fontosabb felületek, illetve szolgáltatók a 21. századi közösségi médiában? Ez egy nagyon izgalmas kérdés, ugyanis annak függvényében, hogy mit értünk közösségi média alatt, és mit használunk eképpen, teljesen más biztonsági kockázatok, illetve egyéb lehetőségek állnak fönt. Azért a biztonsági kockázatokat emeltem ki, mert én a témát alapvetően a védelmi szféra oldaláról közelítem meg, és a definíciók számosak, mint nyilván egyébként minden tudományterületnél. Alapvetően, mivel a közösségi oldalak elsősorban az online marketing irányából közelítették meg, így főleg az online marketing és az ezzel kapcsolatos tudományterületek definiálták. Alapesetben a közösségi médiát úgy szokták definiálni, internetes oldalak és alkalmazások összessége, amelyekben a felhasználó állítja elő a tartalmat, a szolgáltató csupán egy keretet biztosít. Hogyha elfogadjuk ezt a definíciót, akkor viszont teljesen kinyúlik annak a köre, hogy honnantól datálhatjuk ezeknek az oldalaknak a megjelenését. Ugye a ma a legnépszerűbb közösségi oldal a Facebook, ezt napi szinten 2 milliárd ember használja aktívan. Ugye 2004-ben jelent meg, itt azért mi magyarok kicsit jobbak voltunk, 2002-ben jelent meg az azóta már jobb létre szenderült IVIV. Na de hogyha még vissza megyünk az időben, ugye volt a Classmate nevű kis alkalmazás, ami segített a volt osztálytársaikat összegyűjteni, de hogyha még tovább megyünk, akkor a 90-es évek elején már megjelentek azok az internetes fórumok, azok a chat oldalakhoz hasonló előzmények, ahol a tartalmat megint csak mi felhasználók állítottuk elő, csupán volt egy keret, amit a szolgáltatók biztosítottak. Tehát a fő elkülönülés azt hiszem a tartalom előállításból fakad, hiszen alapesetben mi felhasználók gyártunk minden tartalmat, ezt osztjuk meg, ehhez szólunk hozzá, és ez a tartalom ennek hatására egy élő tartalom, hiszen bármikor megváltozhat. Hogyha kinyomtatunk egy bármilyen újságot, és megjelenik benne valami tartalom, hogyha van akármilyen új információ, akkor ugye azt lehet, hogy csak egy hét múlva az új nyomtatásban jelenik meg, lehet, hogy egy helyreigazítás során kell, ugye ki tudja mikor azt változtatni, de a közösségi médiában ez a tartalom akár bármelyik percben megváltozhat, hiszen tudjuk módosítani. És itt egy másik rész, és én ezt szoktam elsősorban még hozzávenni a közösségi oldalakhoz, én eléggé kibővítve alkalmazom ezt a fogalmat. Ugyanis ide sorolom sok esetben a különböző okos készülékekre, okos mobil eszközökre írt alkalmazásoknak a bizonyos típusait. Nyilvánvalóan nem egy zseblámpa alkalmazásra vagy egy könyvolvasóra kell gondolni, de nagyon sok közösségi oldalnak van olyan mobil applikációja, ami gyakorlatilag ugyanazt a szolgáltatást teszi elérhetővé, optimalizálva az eszközünkre,
de így is számos olyan alkalmazás van, amit később fölvásárolt mondjuk akár a Google, akár a Facebook, akár más szolgáltató, hiszen számukra olyan konkrét és olyan komoly vetétárs volt, ugye itt elég a Viberre gondolni, az Instagramra, a WhatsAppra és társaira, amiket integráltak a saját oldalukba. De véleményem szerint ugyanúgy például a közösségi oldalhoz sorolható akár a népszerű randi alkalmazás, a Tinder is, hiszen ott is mindenféle felhasználói interakcióból következik minden egyéb tevékenység, és csak egy keretet ad a szolgáltatók. Hogy aztán ennek milyen biztonsági kockázatai vannak, és mire használják, hát ez már ugye egy másik kérdéshez fog kapcsolódni. Minden egyes kérdés 10 újabb kérdést generál, de próbálok logikusan haladni, bár nagyon nehéz, hiszen ezerféle szempontból szeretném egyszerre megközelíteni ezt a kérdést, hiszen ennek szociológiai, pszichológiai, szociálpszichológiai, kereskedelmi, politikai, nemzetbiztonsági, személyiségjogi, etikai, jogi és egyéb, sok egyéb vonatkozása is van. De ennél fogva, most egyelőre próbáljunk ezen a mesdjén haladni, amit az előbb elindítottunk. Ennél fogva, hogy mi fogyasztók, illetve felhasználók állítjuk elő a tartalmat, ennél fogva ez radikálisan átalakítja, megváltoztatja az információ szerzésünket, de nem csak az információ szerzési szokásainkat, hanem az információ termelésünket is, és az egyáltalán az információhoz való hozzáállásunkat, hiszen minden egyes felhasználó egyben információ termelővé is válik a közösségi média által, és ebbe a körbe nagyon sokan nem tudatosan szállnak bele, nem is gondolják végig, hogy ők folyamatosan információ dömpinggel árasztják el ezeket a felületeket, hogyha nem tudom, lefotózom 3 különböző kameraállásból a reggeli kávémat, és azt fölposztolom a Facebookra, az már információ, rengeteg információt hordoz magában, sokkal többet, mint amennyit én gondolnék első pillanatra, holott csak egy élményt akartam megosztani. És akkor ennél még sokkal bonyolultabb és összetettebb információkat is megosztunk magunkról, videókat, naplójegyzeteket, versidézeteket, fotókat, és így tovább, élményeinket, gondolatainkat, érzéseinket, dühünket, bánatunkat, és így tovább a közösségi médiában. Egyrészt olyan szinte kontrollálhatatlan dömpinggel árasztjuk el magunkat és egymást, ami kezelhetetlen. Másrészt pedig kiszolgáltatjuk magunkat a rossz hiszemű, rossz indulatú felhasználások, adatgyűjtések, adathalászatok, cégek, kereskedelmi vállalkozások, ne adj Isten biztonsági vagy nemzetbiztonsági hálózatok, ügynökségek számára, akik bizony visszaélhetnek ezzel, láthatjuk ugye a közelmúltban, alig néhány hónappal ezelőtt történt, hogy ugye több ezer Facebook felhasználónak ellopták a személyes adatait. Mark Zuckerberg, a Facebook alapítója és ötletgazdája azzal védekezett, hogy az övét is ellopták, de hát azt hiszem, hogy ez senkit nem vigasztal különösképpen. Tehát radikálisan más az információ szervezésünk a közösségi médián. Mindent befolyásol, az egész életünket felforgatja. Naponta, percenként, pillanatról pillanatra. Hát, hogy említetted, hogy kismillió kérdés ötlött eszedbe, nekem hirtelen kismillió válaszszál indult el a fejemben a kérdés kapcsán. Hát egyrészt, hogy pár ezer felhasználó adatait lopták el, az 87 millió, amit tudunk, de azt mondták, hogy véletlenül ennél sokkal több. Nem tudjuk a pontos számot. Ez az európai, vagy az a világ összes felhasználóját tekintve? Ezt sem tudjuk mert pontosan. Volt, ja, még ezt, ezt ja, sem nem tudjuk lehet pontosan. Ezt tehát egyszer azt mondták, hogy ezek amerikai felhasználók, aztán az, hogy európai. Kiderült, hogy európai is, tehát fenne se tudja. Nem lepődnék meg, hogyha ez bőven több lenne egyébként, és bárhonnan a világ különböző részéről. Ugye az egy nagyon izgalmas kérdés, pont amit említettél, hogy megosztunk rengeteg tartalmat, ezzel gyakorlatilag aktívan befolyásoljuk, tehát lényegében a hírgyártást. Ez mondjuk egy kávéra, vagy kávé Instagramra, Facebookra, akárhová történő kiposztolásával még nem egy nagy hírérték. Viszont, hogyha mondjuk miközben kávézunk és látunk két olyan szereplőt, aki szintén ott van, és arról készítünk egy fényképet, és azt osztjuk meg, akkor ugye ennek már teljesen más a hatása.
Ugye Magyarország nem csak abban jár élen, hogy a felhasználók, vagy az internetezők döntő többsége a Facebookra regisztrált és használja a Facebookot, hanem, és egyébként ez világ tendencia, az elsődleges hírforrásként elsősorban a közösségi oldalakat, a Facebookot veszük alapul. Ez Magyarországon 80% fölött van. Érdekesség, 2016-ban az NMHH mérése szerint ez 49% volt csupán. Egy jó másfél-két év, ez majdhogy nem megduplázódott. Megduplázódott két év alatt? Majdhogy nem. Ez félelmetes szám. Az. És onnantól kezdve, hogy bárki egy valamilyen hírt, információt nyilvánosságra hozhat, és az olyan tartalom lehet, ami befolyásol különböző eseményeket. Ez megint csak egy kis érdekesség. Jó pár évvel ezelőtt, amikor Osama Bin Ládent levadázták Pakisztánban, akkor volt egy Twitter fiók, aki pár utcára lakott a helyszíntől, hallotta a helikoptereket, hallotta a lövöldözést, hallott dolgokat, élőben közvetítette, hogy éppen mit hall, csak nem tudta, hogy mi az. Hát másnap derült ki, hogy gyakorlatilag élőben közvetítette a Bin Laden akciót. Na most, az óriási probléma, ugye miből élnek ezek az oldalak, gyűjtenek rólunk mindenféle információt, ugye azt szokták mondani, hogy ami ingyenes, ott mindig mi vagyunk az áru. Belülünk szerzik a pénzt. Na már most, hogyha állandóan ezeket az oldalakat használjuk, állandóan tartalmat fogyasztunk rajta, tartalmat állítunk elő, nyilván a reklámbevételekből óriási haszonra tehetnek szert ezek az oldalak. Igen ám, de lassan 14 éve van ez az oldal, Magyarországon is legalább egy 10 éve magyar nyelven el lehet érni ezt az oldalt, rengetegen használják Magyarországon is, hát közel 6 millió, ugye hát ez a 80% fölötti, 86%. Na már most ez a felhasználói arány egyben azt is jelenti, hogy mindenkinek van több száz, gyakran több ezer ismerőse, mindenki aktívan használja, rengeteg olyan tartalommal találkozunk, ami baromira nem érdekel minket. Engem nem érdekelnek a kismacskás képek, nem érdekelnek a Müller Péter idézetek, nem érdekel sok egyéb, és hogyha én csak ezt a tartalmat látom, csak szemetet látok, akkor nem fogom használni. Elmegyek, teszem azt, inkább kocsmázok egyet, elmegyek kirándulni, elmegyek egy könyvtárba, bármi egyebet csinálok, de nem a Facebookon vagyok. Tehát nem termelem a bevételt. Ahhoz, hogy ez változzon, ugye egyrészt állandóan megújulnak ezek az oldalak, lényegében, hogyha mondjuk megpróbálunk elvándorolni egy másik alkalmazáshoz, akkor azt fölvásárolják, ahogy ugye volt szó az Instagramról, a társairól, vagy olyan új dolgokat vezetnek be, amivel megpróbálnak ott tartani. Egy másik része pedig megpróbálja kiválogatni azt a tartalmat, ami a Facebook algoritmusa szerint érdekel. Ehhez több tízezer szempont alapján vizsgál a Facebook, de nem csak a Facebook, ez minden egyéb nagyobb közösségi oldalra, Google-re egyaránt igaz, és megpróbálja kitalálni, hogy engem ez a tartalom fog érdekelni. Innentől kezdve ugye én csak ezt fogom látni. Hogyha ugyanahhoz az emberekhez szólok hozzá, ezek az emberek szintén hozzám gyakran szólnak, lájkolom a posztjaikat, az általuk megosztott hírekre kattintok, és általában, hogyha egy típusú hírre kattintok, akkor úgy értelmezi a Facebook algoritmusa, hogy engem ez érdekel. Innentől kezdve én csak azt fogom látni. És hogyha én csak egy tartalmat látok, csak egy adott tartalom típust fogyasztok, belezár abba az úgynevezett bubble filter jelenségbe, egy ilyen buborékba, amivel nem fogom látni a külvilágot, csak azt az adott egy tartalmat. És ugye amikor arról beszéltünk még jó pár évtizede, hogy itt az internet kinyitja a világot, sokkal kritikusabbak leszünk mindennel kapcsolatban, ez mennyire elő fogja segíteni a demokratikus közösségeket, mennyire erősíti a demokráciát, épp az ellenkezőjét látjuk. Azt tapasztalhatjuk, hogy bezerebb a buborékba, nemzetbiztonsági külföldi államok, nemzetbiztonsági szolgálatai, akár a saját kormányaink milyen mértékben befolyásolnak minket egy adott ügy mellett a Facebook, a többi közösségi oldal segítségével, gyakorlatilag hát ezek nem feltétlenül a demokráciát erősítő tényezők, hiszen emellett, hogy minden tudnak rólunk az oldalak, ez egy elképesztő megfigyelést is lehetővé tesz. Van több kísérlet és több kutatás, az egyiknek az érdekessége az volt, előbb tudta meg a Facebook, hogy terhes a felhasználó, mint ő maga. És hogyha most itt nagyon
le akarnám fordítani, hogyha mondjuk azt is tudja a Facebook rólam, vagy az adott felhasználóról, hogy hát igen, terhes, de ő nem akarja megtartani azt a gyereket, akkor ugye egy abortusz klinikának a hirdetése is adott esetben megjelenhet, hiszen tudja, hogy mit szeretünk. Az elképesztő kiszolgáltatottság, tehát még a legborulátóbb jóslatokat is megelőzi már most a jelenlegi állapot, ami közben folyamatosan ebbe az irányba fejlődik, tehát napról napra érzékelhetően is változik, és még van egy csomó nem érzékelhető, nem látható változása is. Nyilván az algoritmusok folyamatosan kifinomultabbak lesznek, ezek a keresőmotorok egyre több információval rendelkeznek rólunk, létrehozzák a magunk szubjektív világát, ezeket a bizonyos buborékokat, amiket említettél, és innentől kezdve el vagyunk szakítva a nagy valóságtól, sőt, fölmerül az a filozófiai kérdés, alapvető filozófiai kérdés, hogy egyáltalán mit jelent innentől ez a valóság, hiszen több milliárd párhuzamos világban élünk, több milliárd különböző, egymáshoz sokban hasonlító, sokban különböző párhuzamos világban élünk, és innentől kezdve az ember már, az ember mi voltját látom veszélyeztetni, hiszen éppen csak akkor nem befolyásolnak bennünket, amikor nem akarják. Üzletemberek, cégek, politikusok, adathalászok, ügynökségek, hírszerzőszolgálatok, rosszindulatú emberek, nem beszélve a zaklatásokról, a különféle internetes erőszakos cselekményekről, amelyeknek egy részéből bűncselekmény is származik, gondoljunk itt a kiskorúak veszélyeztetésére, a pornográfiára, és így tovább, és így tovább. Tehát egy akkora hatalmas darásfészekben nyúlunk ezáltal, hogy még gondolkodni is nehéz róla. És sokan nem is gondolkodnak. Tehát az a fő probléma az én meglátásom szerint, hogy igen, mi, akik ezzel a témával foglalkozunk, de nem csak közösségi médiával, kiberbiztonsággal, ugye publikálunk, előadásokra járunk, különböző adott esetben tudatosító kampányokba segítünk be. Egyébként nemrég volt egy nagyon ígéretes kezdeményezés a digitális jólét programon belül, egy úgynevezett digitális immunerősítő program, aminek pont ez a célja, hogy az XYZ generációnak olyan országos kampányt megvalósítani, amivel fölhívja ezekre a veszélyekre a figyelmet, és egyfajta hát, tanácsokat is megfogalmaz, hogy mit nem kellene tenni a kibertérben. Hiszen ahogy a történelem során megtanultunk bizonyos helyekről, bizonyos esetekről, hogyha oda megyünk, úgy viselkedünk, az nekünk nem tesz jót, mert adott esetben mondjuk megkéselnek, kirabolnak, bármi egyéb történik, ugye ezeket elkerüljük. Na most ez a fajta immunitás nem alakult ki a kibertérben. Hogy ez vajon mikor fog kialakulni, ez egy nagyon, nagyon érdekes kérdés, és eléggé szkeptikus vagyok én ezt illetően. Vagy kialakul-e egyáltalán? Így van, ugyanis az emberek döntő többségét nem érdekli, hogy megfigyelik. De én azt hallom rendszeresen vissza, hogy én miért lennék érdekes. Hát ezt sosem lehet tudni aktuálisan, de ha egyéb célból nem is, de az életünk minden momentumát, hogy valami magáncég, amiről nyilvánvalóan 2013 óta azt is tudjuk, hogy igen komolyan az amerikai nemzetbiztonsági szolgálatok gyakorlatilag egy hátsó kapuval hozzáfértek a teljes adatbázisukhoz. Innentől kezdve nincs meg az a garancia, hogy bármilyen változás esetén a mi adatainkkal, a mi életünkkel nem úgy rendelkeznek, ahogy azt valamilyen megrendelő, valamilyen politikai cél érdekében nem teszik meg. Na most, hogyha már a politikát érinted, és itt most nincs lehetőség ebben az egy beszélgetésben egyelőre mélyfúrásokat végezni, csak érintgetjük a felszínt és a jéghegy csúcsának is a csúcsát. De ugye Obama, illetve később Trump elnöknek a twitterezése, ez jelentősen befolyásolta el mondjuk az amerikai választóknak a twitterezési, internetfelhasználói, közösségi média felhasználói szokásait, illetve bele tudott-e szólni a választások, az amerikai választások eredményébe? Én a Twittert annyira nem gondolnám olyan szempontból relevánsnak, hogy bármilyen felhasználói szokást megváltoztat. Nyilván a Twitter, de a többi közösségi oldal is, a Facebook, YouTube és társai igen komoly hatással voltak a 2016-os amerikai elnökválasztásra. Ugye, hát számos
igen komoly amerikai politikus, de egyébként az FBI, az amerikai egyéb szolgálatok is olyan jelentéseket fogalmaztak meg, amivel egyértelműen Oroszországot tették felelőssé azért, hogy beavatkoztak az amerikai elnök választásba Donald Trump oldalán. Ilyet nem nagyon szoktak nemzetbiztonsági szolgálatok tenni, hogy konkrétan nevesítenek. Nagy valószínűséggel és egyéb frázisokat alkalmaznak, de hogy ennyire konkrétan ennyire konkrétan megazonosítsák a szerintük beavatkozót, ez azért példa nélküli. És elég sok jel utal arra, hogy ez valóban így történt. Ugye a közösségi média a hibrid hadviselésnek egy igen komoly terepe, hiszen rajta keresztül igen komoly lélektani műveleteket lehet végezni. Ugye a lélektani műveleteknek a célja, hogy valamilyen lélektani, tudatos lélektani ráhatással elérje, hogy a célcsoport egy bizonyos viselkedést kövessen. Ez ugye vonatkozhat az ellenséges országokra, de ugyanúgy a saját népességre, szövetségesekre, semleges országokra, semleges célcsoportokra egyaránt. Ami nagyon elterjedté vált, ugye a lélektani műveletek esetében, ezek az álhírek, a fake news. Ugye az elmúlt, talán 2016-ban volt az év szava a post-truth nevű fogalom, ami gyakorlatilag azt írja le, hogy az objektivitás mennyire hátraszorult, és a szubjektivitás, az érzelemből történő hírfogyasztás, és nem csak a hírfogyasztás, hanem a híreknek a feldolgozása, továbbítása vált irányadóvá. Innentől kezdve nem számít az, hogy valaki leír egy hazugságot, az elterjed, utána továbbosztják, akár a mainstream média is azzal foglalkozik, hogy itt micsoda hazugság indult el, senkit nem fog érdekelni. Hiszen egyrészt csak azt látjuk a bubble filtet, a buborék miatt, hogy ha én abban hiszek, hogy Hillary Clinton gyíkember volt, és valójában a szabad kőművesek futtatták, hogy tovább kentrélezzen, meg rengeteg ilyen elmélet volt, vagy abban hittek, hogy Donald Trump az oroszok zsebében van, és valójában azért támogatják az oroszok, és azért segítik, hogy így Amerikának a befolyását csökkentsék, és a Krím félsziget annektálása miatt elindított szankciókat valamilyen módon lebontsák. Ugye, aki ezekben hisz, csak ezt fogja látni. Ezeknek az embereknek ráadásul nagyon nehéz bebizonyítani, vagy akár tényekkel alátámasztani, hogy amiben hisz, az nem valóság. Mert ebből mi következik? Persze ezt el akarják hallgatni, és egyébként a különböző érdekcsoportok megteszik, hogy ezt és ezt hidd, de egyébként az igazságot én tudom. Tehát amikor mindenki hír előállító, és mindenki hírfogyasztó, hát innentől kezdve ez teljesen megváltozik. És még komolyabbá válik, hogy egy ilyen lélektani műveletet viszonylag alacsony költségek mellett lehet végezni. A Twitter esetében kiderült, nagyjából ilyen 30 ezer dollár értékben befolyásolták az amerikai elnökválasztást ott célzott hirdetésekkel. Egyébként nem csak az amerikai elnökválasztásba avatkoztak be igen intenzíven, hanem a szintén 2016-os brit EU-ból történő kilépésről szóló népszavazás esetében is igen komolyan Oroszországhoz köthető szervezetek befolyásolták a kilépés pártiak mellett a történéseket. Hát ha már a post-truthról, a fake newsról, a politikai befolyásolásról és Oroszországról beszéltünk, akkor nem lehet kikerülni a Babchenko ügynek a tanúságait. Szintén egy közelmúltbeli eset, ugye egy ukrán népszerű ellenzéki újságíró volt, akinek nagyon komoly közösségi média oldala volt, nagyon komoly támogatottsága volt, nagyon híres volt az akcióiról és a nonkonformizmusáról és kritikus gondolkodásáról és akcióiról, akiről egyszer csak fölröpent az online médiában és a közösségi médiában, hogy meghalt, kivégezték, megölték, és ezt az később kiderült az ukrán titkosszolgálatok, orosz titkosszolgálati akciónak állították be. Annyira elterjedt ez pillanatokon belül, perceken, órákon, napokat nem mondok, órákon belül, ugye mert másnap már cáfolták, órákon belül, hogy egyre másra érkeztek a gyásztáviratok, a részvevőnyilatkozatok, a visszaemlékezések itt a magyar sajtóban és a magyar
közösségi médiában is. Majd másnap megjelent azon a sajtótájékoztatón Babchenko, amit az ő, hogy mondjam, kivégzésére rendeztek, ezzel cáfolva ugye a híreket. Kiderült, hogy itt az egész ügy, ez egy megcsinált ügy volt, egy tudatosan használt fake news, de nem egy rossz indulaton, hanem éppen az ő életét megvédeni igyekvő akciónak volt ez a része. Mik ennek a Babchenko ügynek a legfőbb tanúságai? Szerinted jól vizsgázott-e a nyugati sajtó, és milyen tanúságokat lehet még leszűrni felhasználóként ebből? Azt gondolom elsődleges, hogy itt a narratíva az érdekes. Illetve az, hogy ez kinek a narratívája. Hiszen nyilvánvalóan ez az ukrán hírszerzés narratívája volt, hogy igen, ez nem túl etikus dolog, de azért tettük meg, mert különböző nemzetbiztonsági érdekek ide vezettek. Le kellett buktatnunk azokat az ügynököket, akik egyébként az életére törnek ennek az újságírónak, aki egyébként a mi emberünk. Így van, és még rajta kívül 30 másik ellenzékének is az életét így próbálták megmenteni. Na most nyilván Oroszország narratívája erre megint más. És ez visszavezet oda, hogy milyen tartalomfogyasztási szokásaink vannak, miben hiszünk, mert onnantól kezdve, és akkor megint a post-truth jelenséghez jutunk vissza, teljesen mindegy, hogy mi a valóság, mi ez, amiben mi hiszünk. Hogy a nyugati média hogy vizsgázott, én ebbe annyira azért nem mennék bele, mert nem újságíró vagyok, és nem médiával, legalábbis nem ilyen szempontból foglalkozom. Viszont azt gondolom, hogy mégis egyfajta pozitív értékelést adnék én a nyugati sajtónak, hiszen az önreflexió egy nagyon fontos dolog. Igen, ezt akartam éppen kiemelni, hogy először elfogadták a hírt, megerősítették, és ezerrel szórták szét a nagyvilágba, viszont másnap, amikor kiderült, akkor... És igen komoly kritikával is illették. És igen komoly kritikával is illették az akciót is, de saját magukat is, igen. Tehát a vezető médiumok, online sajtó, vezető újságírói elismerték, hogy igen, fölültünk ennek, levonjuk a megfelelő tanulságokat, tovább gondoljuk ezt az esetet. Igen. Erre gondoltam, itt csak igen. Erre mozzanatra. Tehát az önreflexió az egy elképesztően fontos dolog, és hogyha ez nem valósul meg, onnantól kezdve azt hiszem azt a fajta hát kvázi kritikus gondolkodást, amit még próbálnak sokan űzni ezeken az oldalakon, onnantól kezdve még egyet vethetünk hátra, és még inkább csökkenni fog. A kritikus gondolkodásnak, és egyáltalán a hagyományos, és elnézést, hogy most egy picit elrugaszkodom a konkrét napi valóságtól, és egy kicsit nagyobb összefüggésbe, filozófiai és kultúrtörténeti összefüggésbe igyekszem állítani ezt a kérdést, de hogy mondjam, ez szinte élet-halál kérdés. Én azt gondolom, hogy alapvetően a felvilágosodásban gyökerező modernitás járt itt le, és valóban annyira posztmodern korban élünk, hogy nem csak a kritikus gondolkodás, hanem egyáltalán a racionális gondolkodás és a fejlődésbe vetett hitünk van óriási támadásnak kitéve. Visszautalok arra, amit te mondtál, hogy ez nem a valóság. Azt kell, hogy mondjam, hogy igen, hogyha hiszünk abban, de ez is egy felvilágosodásbeli koncepció, hogy van objektív és van szubjektív valóság, akkor azt kell mondjuk, hogy igen, a gyíkemberek és a chemtrail és a Hillary Clinton az UFO-kkal szövetkezve próbálja megdönteni a jelenlegi elnöknek a hatalmát, és így tovább. Ezek az objektív valóságnak nem részei, viszont mivel nagyon sok ezer vagy talán több millió ember hisz ezekben, ezért az ő szubjektív valóságunknak a részei, és ezek egymást erősítik, létrehoznak híreket, létrehoznak egy buborékot, létrehoznak egy olyan valóságot, ami párhuzamosan fölépül a mi általunk még tisztelt objektív valósággal, és egyre inkább mutogatja az oroszlán körmeit, vagyis több millió ember számára ez valóság, és ez befolyásolja az ő életüket, és befolyásolja azoknak az életét és gondolkodását is, akik ebben nem hisznek, vagy nem ebben élnek. Innentől kezdve pedig a felvilágosodásnak az ismeretelméleti koncepcióját ki lehet dobni a kukába. Hát pláne úgy, hogy 2018-ban óriási tábora van azoknak, akik hisznek abban, hogy a föld lapos. A következő, nem is tudom, hogy kellene ezt a jelenséget megnevezni, mert ugye ez már nem fake news, hanem itt jóval többről van szó. Itt egy olyan fajta világnézeti meggyőződésről, ami teljes tudománytalanságra, abszurditásra, ostobaságra épül, amit egyértelműen a
a tudománytörténet évszázadai ugyanúgy cáfolnak, mint a modern műszeres mérések és vizsgálatok, és ez valóban nem szavar több millió embert, sőt, egyre többen gondolják így, hogy a Föld igenis lapos, és az egész globális összeesküvés áldozatai vagyunk, és amit nekünk eddig tanítottak, az mind hazugság és mind hülyeség volt a Föld gömbölyűségéről, forgásáról és keringéséről. Ezekkel az emberekkel, miután ugye az ő információ buborékjukban folyamatos megerősítéseket kapnak a közösségi médián keresztül, nem lehet mit kezdeni hagyományos oktatási vagy kommunikációs eszközökkel. Ez itt kezd félelmetessé válni a dolog. Itt kezd félelmetessé válni valóban, viszont ettől csak félelmetesebb lesz, hiszen ugye egy kritikus, józanul gondolkodó ember azért viszonylag könnyen ki tudja szűrni azt, hogy mi egy álhír. Mitől álhír? Ugye elég megnézni a forrást, ott kicsit tényleg néhány kattintással megnézni akár bármiféle impresszumot, vagy bármi egyebet, amiből tudjuk, hogy hopp, ez lehet, hogy nem úgy kellene kezelni. Igen ám, de a technológiai fejlődés, és itt egy igen komoly kis verseny kezd lenni, hát nem véletlenül voltak óriási tudománytörténeti, illetve tudományos viták a mesterséges intelligenciának a kibontakozásáról, működéséről. Ugye a nemrég elhunyt Stephen Hawking is igencsak rettegett a mesterséges intelligencia kialakulásától és hatalmának az átvételétől. Ugyanúgy egyébként Elon Musk is ezt a nézetet vallja. Azt gondolom nem véletlenül, hiszen egyre több olyan mesterséges intelligencia kezd létrejönni, amit bár még mi fejlesztünk, de a kérdés az lesz, hogy adott esetben mikor jön létre magától egy olyan mesterséges intelligencia, amire nem leszünk hatással. Ugye számos olyan hír volt, teszem azt, egy olyan bűnügyi nyilvántartást építettek föl, illetve inkább ez a bíróságok ítélkezési gyakorlatát segítette, amiben a különböző elítéltek egyéb szokásait, egyéb adatait, információt belevezették, és az a mesterséges intelligencia megpróbálta megjósolni, hogy az a személy egyébként várhatóan fog-e bűnözni a jövőben. Amennyiben nagyobb esélyt adott neki, akkor a bíró magasabb büntetési tételt szabott ki, hogy hát, ha mondjuk 5 év múlva véletlenül bűnözni fog, akkor nem baj, a maximálisan kiszabhatom, mondjuk 10 évet adom az illetőnek. Na most nem lehet tudni, hogy ezek az algoritmusok hogyan működnek. Az is kiderült, hogy a programozóknak a saját előítéleteit egyébként átvették, és nagyobb arányban hoztak ki afroamerikai állampolgárokat bűnösnek, mint egyébként a valóságban ez lett volna. Aztán egy másik érdekes kísérlet az volt, ezt a német alkotmányvédelmi hivatal fejlesztette ki, illetve nem fejlesztette ki, hanem kiírt egy olyan pályázatot, amivel szeretnék a közösségi médián közzétett tartalmakból kiszűrni az iróniát. Ez nyilván nem olyan egyszerű, hiszen nagyon komoly nyelvészeti kérdések vannak e mögött, de hogyha belegondolunk, hogy egy mezei felhasználó mennyire képes az iróniát értelmezni, pláne írott szövegben, na most, hogyha ezt egy mesterséges intelligencia majd a jövőben megközelíti, akkor azt hiszem, hogy bajban leszünk. Hát ez eleve egy abszurd kísérlet, hiszen én retorikai és irodalmi tanulmányaimból meggyőződéssel állíthatom, hogy az iróniának nincs szövegszerű jele. Tehát azok olyan finom áthallások. Nagyon sokszor a verbális kommunikációban verbális és nonverbális jelekkel, hanglejtésekkel, hangszínekkel, mimikával, testtartással, egyebekkel nagyon finoman jelzett. Éppen ezért nagyon sokan nem is érzékelik, vagy egészen más az irónia érzékelése a különböző embereknek, ami az írott szövegben nem jön át. Nagyon sok problémát okoz egyébként, hogy az írott szövegben, Messenger, Viber üzenetekben, Facebookos posztokban, kommentekben valaki ironizál, és ott van 50 ember, aki nem érti az iróniát, és komolyan veszi azt, ami fölötte ironizált, és óriási csaták alakulnak ki, rengeteg fölös érzelmi energiát elpazarolva, mert nem érzékelik az iróniát, máshogy érzékelik. Persze, de mindez a gépi tanulásról szól. Tehát minél több adat kerül az algoritmus birtokába, minél több adatot képes feldolgozni. A Facebook képfelismerő szoftvere, a DeepFace nevű algoritmusa 97,25%-os pontossággal állapítja meg egy fényképről, hogy ki szerepel rajta. Ez azért elég nagy arány.
Ismét egy félelmetes adat, de visszatérve még az álhírekhez, egy gondolat erejéig olyan szinten elárasztják a leleplezett álhírek is a közösségi médiát, hát még a le nem leplezett, vagy még le nem leplezett, vagy soha le nem leplezendő álhírek, hogy azt kell feltételeznünk, hogy emögött azért komoly cégek, akár óriás birodalmak, kereskedelmi vállalkozások, politikai hatalmak, és így tovább állnak. Lehet-e ezt detektálni, lehet-e ezt tipizálni, hogy kik, miért, hogyan gyártják a fake news-t, és hogyan árasztják el a közösség oldalakat, milyen céllal és milyen eredménnyel ezekkel? Ugye a különböző álhíreknek azért van számos kategóriája, tehát egyrészt a konkrét álhír, ami valami valótlanságot állít, és szándékosan az a célja, hogy egy adott ügy mellett mozgósítson. Aztán vannak az elfogult hírek, amik hát bár nem feltétlenül valótlanságokat állítanak, de azért igen erősen szintén egy adott ügy mellett próbálnak ezzel valamilyen propaganda tevékenységet kifejteni. Aztán vannak a kattintásvadász hírek, nem fogod elhinni, hogy énekelte a, nem tudom, akár a himnuszt, akár ez a 6 éves kisgyerek, teljesen le fogsz döbbenni, és ez a 8 oldal csak egy cím volt még. Ugye ezek pont arról szólnak, hogy rákattintanak a felhasználók, és ez reklámbevételt fog termelni az adott oldalnak. Aztán ugye volt szó az áltudományos hírekről is. Ugye egy másik kérdés, hogy kik állnak mögötte. Nem egy esetben, és ezt a Facebook biztonsági igazgatója is így nyilatkozta, az egyik ilyen típust, amikor állami szereplők állnak az álhírek terjesztése mögött valamilyen célból. Ugye nyilvánvalóan a propaganda az minden államnak a sajátja, és akár más országok befolyásolására, akár mondjuk egy választási kampány során, ezeket azért nyilván természetszerűen alkalmazzák. De, és itt kicsit össze is érnek a kattintásvadász, illetve az egyéb álhíreket terjesztő oldalak, hiszen óriási pénz van mindebben. Ugye, ahogy korábban említettem, hogy viszonylag alacsony költségek mellett nagy hatékonysággal képesek terjeszteni ilyen álhíreket. Azért is működik ez, mert nyilván is nagyon korán fölismerték ezeket a nemzetbiztonsági szolgálatok is, hogy elég megkeresni azokat a hálózatban levő nagyobb csomópontokat, akik nagyobb hatást tudnak kifejteni az általuk megosztott tartalmakkal. Ugye elég őket befolyásolni, hogy ők osszák tovább azt a tartalmat, aztán hogy nem ezek az oldalak hirdetéseket generálnak, óriási hirdetési pénzek vannak. 2016-os amerikai választások során egy, ha jól emlékszem, talán montenegrói 10 000 fős kis településen több olyan néhány egyetemista által üzemeltetett, talán több száz, most a pontos szám nem ugrik be, több száz olyan álhír oldalt üzemeltettek, amik abszolút nem érdekeltek a Trump vagy bármilyen egyéb ügyek, viszont napi 300-350 ezres hirdetésre való kattintással óriási bevételeket szereztek. Tömkelegével gyártották szándékosan azokat az álhíreket, amik ugye azt a hatást érték el. És itt ott válik az egész érdekessé, hogy ugye mi a nemzetközi jog alapja, hogy az országok szuverének és a belügyeikbe való beavatkozás az hát nem túl jó dolog az álmoskönyv szerint. Amikor egyetemisták egy teljesen más kultúrkörből, teljesen más kontinensről, és nem politikai vagy egyéb érdekből, de befolyásolják olyan mértékben egy adott állam belpolitikai döntéshozatalát, ami vezet valahová, az azért én elég komoly ügynek gondolom. És nem véletlenül támadták a Facebookot sokan a választási eredményeket követően, hiszen azért ők is érdekeltek voltak abban, hogy ezek az álhírek, amik terjedtek, és megosztottak, és kattintottak, és néztek, nekik is termelte a bevételt. Persze azért is támadták a Facebookot, és azért sem mertek lépni, mert előtte megint volt egy nagy botrány, legalábbis az Egyesült Államokban. Létrehoztak ugye egy olyan úgynevezett népszerű hírek részt, a Trending Topics néven, aminek az volt a lényege, hogy egy algoritmus
kiválogatta azokat a fontosabb híreket, információkat, amiket sokan megosztottak, és ezek működtek. Aztán jó pár korábbi Facebook alkalmazott, elejtette azokat a híreket, hogy hát valójában azért itt mégsem teljesen egy algoritmus válogat, hanem a szerkesztők beleszóltak ebbe, és mivel a Silicon Valley közismerten eléggé a demokratákhoz kapcsolódik ideológiailag, ezért szándékosan háttérbe sorolták a republikánus tartalmakat, és előtérbe helyeztek olyan egyébként a kutya által nem olvasott, de a demokrata párthoz köthető híreket, és akkor így teremtettek nekik egy mesterséges publicitást. Miután ez kiderült, hát nyilvánvalóan számos kritika és vád érte a Facebookot, és innentől kezdve ők sem nagyon mertek beavatkozni az álhírek szűrésébe, hiszen ezek meg döntő többsége a republikánus párthoz támogató, vagy ezzel kapcsolatos hír volt. Ennek kapcsán majd beszélnünk kell egy későbbi adásban a hackerekről és az etikus hackerekről, mert ez megint egy külön óriási és nagyon fontos téma. De ha már a Silicon Valley-et említetted, illetve a demokrata párt és a republikánus párt virtuális valóságban, vagy a cyberspace-en való csatározását, és ennek kapcsán a Facebook felelősségre vonását, ugye Mark Zuckerberg hát kanosszát járt az amerikai szenátus előtt és az európai parlament előtt is, hogy ennek milyen következményei vannak, lesznek, lettek közel és a távoli jövőben, azt még nem érzékeljük eléggé. Mindenesetre létezik, vagy létrehoztak egy GDPR rövidítésű szabályozást, illetve az európai parlament egy állítólag annál is szigorúbb adatvédelmi szabályozást vezetett be. Van-e, lesz-e ennek véleményed szerint jelentős hatása az átlagos közösségi média, szűkítsük le, Facebook felhasználóra? Hát Európában minden bizonnyal. Ugye amikor volt ez a Cambridge Analytica-s botrány, illetve utána még egyéb ügyek is színezték a Facebook árfolyamát, azt nyilatkozta Zuckerberg, hogy a GDPR irányelveit azt nem csak Európában fogják érvényesíteni, hanem az egyszerűség kedvéért globálisan mindenhol. Ugye a GDPR-ről tudni kell, hogy egy rendkívül szigorú adatvédelmi szabályozást jelent, ami a valóságban már 2016-ban kidolgoztak, hagytak 2 év türelmi időt a bevezetésre, és most május 25-től vált hatályossá. Ez egy elképesztő büntetési tételt szab ki. Alapvetően egy személyiségi, illetve a személyes adatok sérülését, és itt a legkisebb incidenst is bele kell venni, adott esetben tévesen küldenek el egy e-mailt, és egy más személy kapja meg valakinek a felhasználó adatot, vagy a személyes adatait, az már személyes, vagy a személyes adatnak a sérülése. Na már most azért ennél sokkal komolyabbakat tud a Facebook elkövetni, ugye, ahogy 87 millió felhasználó, illetve az ő ismerőseiknek is a személyes adatához hozzáfértek, ez egy igen komoly incidens. Na már most, ami nagyon nagy előrelépés a GDPR-ban, az a büntetési tétel. Ez 20 millió euró büntetést jelent, vagy egy globális cég előzéves árbevételének a 4%-a, és a kettő közül azt kell kiszabni, amelyik magasabb. A Facebook 2017-ben közel 41 milliárd dolláros árbevételt realizált. Most ennek a 41 milliárd dollárnak a 4%-a, az ugye jelentősen magasabb, mint a 20 millió euró. Tehát ők azért igencsak oda fognak figyelni az európai felhasználók adatainak a védelmére. De a GDPR az csak a Facebookot kötelezi, vagy pedig az összes céget, amely a Facebookot hirdetési felületként használja? Mindenkit, aki személyes adatot kezel. Tehát a cégekre vonatkozó személyes nem csak adat... cégeket, ugyanúgy. Magánszemélyeket nem, hiszen magánszemély alap esetben más emberek személyes adatát nem kezeli, de ugyanúgy állami szervezeteket, kis középvállalkozásokat, mindenkit, aki bármilyen személyes adatot kezel. És hogy mi a személyes adat? Ez izgalmassá válik, hiszen ugye a személyes adat alatt azt értjük, ami olyan adat, amiből visszaállítható az egyénnel való kapcsolat. Tehát az IP cím például személyes adat. És ugye minden oldal begyűjti a felhasználók IP címét. Jó, nyilván itt azért vannak különböző variánsok, hiszen mondjuk egy virtuális magánhálózattal ugye képesek vagyunk anonimizálni magunkat,
Nyilván vannak IP címek, amik folyamatosan változnak, és az nem derül ki, hogy ki ez a felhasználó, de alap esetben az IP címünk fix, egyénhez köthető. És hogyha, és ez nekem kutatóként most egy elég érdekes problémát hozott, hogyha egy kutatásomban kérdőívet szeretnék, és egy kérdőíves kutatást szeretnék végezni, nem kérek semmilyen személyes adatot. Igen, nem, de az oldal, amit használok, adott esetben mondjuk gyűjti ezeket a technikai információkat, és ugyanúgy ebben az IP címet, onnantól kezdve személyes adatot kezelek. És akkor ezt mi módon, ez eléggé még sok újdonságot és meglepetést fog okozni mindenkinek. És akkor ez még csak az adatvédelmi oldal a dolognak, de nagyon sok olyasmit természetesen nem érint, amit ugye önként és dalolva osztanak meg a felhasználók a közösségi médiában, és ugye itt jönnek a pszichológiai szempontok, meg a szociálpszichológiai szempontok, amiket tényleg csak érintettünk egyelőre, de később majd szeretnék ezekben sokkal jobban elmélyülni, hiszen ma már időben is napi több óráját kiteszi egy közösségi média, adott esetben Facebook felhasználónak a napi kommentelések, posztolások, lájkolások, csekkolások, csak ránézek, ki lájkolta, kinek tetszik, kinek nem tetszik, messenger üzenetek váltása, és így tovább. Ad abszurdum, a közlekedés biztonságot is befolyásolja, hiszen nagyon sokan nem tudunk ellenállni annak, hogy érkezett egy üzenet, érkezett egy jelzés, rá ne nézek a piros lámpánál, aztán miközben áthajtok a, miközben ugye olvasom az üzenetet, közben már zöldre vált a lámpa, és gázt adok, de még mindig az üzenetet olvasom, és így tovább. Tehát tényleg az élet minden területét befolyásolja és fölforgatja, úgyhogy nem lehet eleget beszélni róla, és eleget gondolkodni róla. A végére nem maradt más, mint egy naív, álnaív kérdés. Ezek után, az elemzések után, a véleményed szerint melyek azok a szabályok, amelyeknek a betartását jól tesszük, hogyha figyelembe vesszük? Tehát hogyan tudunk védekezni ez ellen az elképesztő kiszolgáltatottság ellen a közösségi médiában? Mert ugye az szinte szóba se jöhet, hogy egyáltalán ne használjuk. Ugye nem véletlenül népszerűek a közösségi oldalak. Én is használom napi szinten. De én mindig azt mondom, hogy egy közösségi oldal annyira veszélyes, ahogy használjuk. És annyira hasznos, amennyire használjuk. Tehát, hogyha tényleg rég nem látott ismerőseinkkel beszélünk napi szinten, akármilyen kapcsolatokat építünk rajta. Egyébként vannak nagyon komoly közösségi oldalak, amik tudományos közösségeket ápolnak publikációk megosztására és kapcsolati hálónak a kiépítésére szolgál. Tehát lehetnek ezek hasznosak. Azt gondolom, hogy kellő kritikával kell használni ezeket az oldalakat, és kellő megfontoltsággal. Az is óriási probléma, és főleg ez a fiatal generációra jellemző, külön választják a digitális teret a fizikai tértől, és olyan dolgokat is megtesznek a kibertérben, amit egyébként face-to-face, mondjuk az iskolában nem. Ez mondjuk a cyberbullying jelenségében is igen komolyan jelentkezik, és igen komoly kockázatokat jelent. Egyébként egy kutatás szerint a magyar fiatalok döntő többsége ettől fél. Ez tartja egy legnagyobb kockázatnak a közösségi oldalak. Csak a nézők kedvéért jelzem, az internetes zaklatást jelenti. Magyarul, bár csak félig magyarul lefordítva. Tehát ettől félnek a fiatalok, és ki is vannak nagyon sok esetben téve, éppen egymástól, egymás által ennek az zaklatást. És hogyha, tehát nem érzékelik azt, hogy amit a kibertérben tesznek, annak ugyanolyan hatása van a fizikai térre is. Ez azért eléggé megnehezíti, és igen komoly kockázatokat jelent sok szempontból. Ha csak az álhírekre egy fél perccel visszatérünk, ugye ki lehet szűrni, mint mondtam, kellő forráskritikával, kellő odafigyeléssel, de ugye rengeteg csalás is terjed ezekkel kapcsolatban. Ugye talán a héten vagy a múlt hét végén volt ismét $1 a vizerjegy, egyből kettőt is vehettünk. Ugye ezek a csalások rendszeresen előjönnek. Iszonyat mértékben lehet adathalász tevékenységekre, pénznek a kicsalására, egyebekre hozzáférni. És ugye a biztonságtudatosságnak a fejlesztését, azt nem lehet elégszer mondani. Hiszen onnantól kezdve, hogy mondjuk egy ilyen adathalász oldalnak bedőlünk, hogy a Wizzair $1 ért ad nekünk két jegyet, csak adjuk meg
bankszámlaszámunkat, a jelszavunkat és a e-mail címünket. Ugye vélhetően egy ilyen ember azért mindenhol ezt a jelszót, ezt az e-mail címet használja. Hogyha egyhez hozzáférnek, hozzáférnek minden egyébhez. És tele van az internet olyan oldalakkal, amik segítik azt a fajta nyílt információ gyűjtést, hogy mondjuk egy e-mail címre megnézem, hogy hány oldalra regisztrált. Ezeknek mondjuk az éves használati díja pár tíz dollár. És pár tíz dollár, hogyha valaki kiberbűnöző röhögve kifizet azokra a és tényleg nyílt, legálisan használható oldalaknak az igénybevételére, amivel megszereznek rólunk mindenféle információt. És hogyha nem figyelünk oda, akkor kitettük magunkat mindenféle támadásnak. Tehát, ha szkeptikusak vagyunk, ha gyanakvóak vagyunk, ha bizalmatlanok vagyunk, akkor valamelyest védjük magunkat, de ezek tulajdonképpen régi reflexek, hiszen az utcán is ugyanígy működnek bennünk, folyamatosan mérlegeljük, hogy az adott kódus, aki odajön hozzánk, a kódusmafiának dolgozik-e, vagy pedig tényleg segítségre szorul. Folyamatosan döntéseket kell hoznunk, hogy a direct marketingben, az aluljáróban, amikor a kezünkbe akarnak nyomni egy ártatlan, mosolygó képű kedves kislánynak a képét ábrázoló, nem tudom, szórólapot, akkor valójában pénzzel akarnak bennünket lefejni, vagy tényleg tájékoztatni akarnak valamiről, és így tovább, és így tovább. Tehát ezek a hagyományos reflexeket, ezeket ugye át kell tenni, át kell pakolni, alkalmazni kell a közösségi médiában. De hogy azért, mivel hogy új jelenségről van szó, és naponta változóan új jelenség, a kialakult személyiséggel rendelkező felnőtt generációk számára is majdnem ugyanakkor a kihívást jelent, mint a nagyon plauzibilis személyiség jegyekkel rendelkező tinédzserek számára. Talán ritkábban válunk, vagy más típusú zaklatásoknak, vagy bűncselekményeknek válunk áldozatán. Sokszor észre sem vesszük, hogy adattalát. Például, milyen középkori szent voltál, nem tudom, a 16. században? Ráklikkelünk, jaj, milyen érdekes, és már ugye egy adathalász oldalnak kiszolgáltattuk az adatainkat. És az ismerőseinket. És az ismerőseinket is ezáltal. Tehát tulajdonképpen nagyon-nagyon nehéz védettséget szerezni. Vagy az interneten, a Facebookon, a Messengeren terjedő vírusok ott vannak, ugye különféle ismerőseink nevében ígéretes videó, és közben kiderül, hogy nem más, mint egy vírusprogram. Tehát technikailag én jelenleg úgy látom, hogy szinte lehetetlen védettséget szerezni, mentálisan és pszichésen részben, de itt is csak részbeni védettségről van szó. Úgy tűnik, hogy a jog most kezd fölzárkózni valamelyest, legalábbis a személyiség jogok és a személyes adatok védelme tekintetében a GDPR és az Európai Unió szabályozás tekintve, de hát ez egészen pici szegmense az egésznek, hiszen ha az emberek figyelmen kívül hagynak mindent, és a legfelelőtlenebbül bánunk ezekkel az oldalakkal és a közösségi médiával, akkor fabatkát sem ér. Tulajdonképpen ezek a jogi szabályozások. Én kicsit szkeptikus vagyok, legalábbis azt illetően, amit te igen, ahogyha az való életben az aluljáróba a kezünkben nyomnak egy ilyen szórólapot, nem vesszük el. Tehát megvannak ezek az immunitások. De valahogy ezek a digitális térbe nem gyűrűznek be. Említetted a Facebookon terjedő vírusokat. Ugye ezek kampányszerűen rendszerint előtörnek, és olyan tartalmakkal, ami egyébként teljesen egyértelmű lenne, hogy egy vírus, hiszen nagyanyánk, aki egyébként nem beszél angolul, de küld egy angol nyelvű üzenetet, amiben az én szexvideómról ír a cím, ahol ott mondjuk róla nem készült szexvideó, nagyanyám meg nem beszél angolul, akkor arra miért kattintanék rá? Miért hinném el, hogy az igaz? De mégis rá kattintanak. Mégis rendszeresen terjednek ezek a tartalmak. Lejárt a műsoridőnk sajnos. Nagyon-nagyon sok izgalmas kérdést és területet érintettünk. Nagyon köszönöm, Péter, hogy bejöttél a stúdióba. Köszönöm szépen a meghívást. És elkezdtél bennünket felvilágosítani ezekről a dolgokról. Remélem, hogy hamarosan tudjuk ezt folytatni, és egyre mélyebb fúrásokkal tudunk egyre izgalmasabb információkkal, tanácsokkal, segítségekkel szolgálni a nézők számára, és egyre jobban meg tudjuk ismerni talán a közösségi médiát, amit egyébként naponta használunk, és a gyakorlatban nagyon is jól ismerjük, csak nagyon sokszor a hátterét nem értjük, és nem gondolkodunk el rajta, hogy ki, hogyan, miért használ bennünket a közösségi médián keresztül. Köszönöm szépen.
Nézőinknek pedig megköszönöm figyelmüket, további szép napot, szép estét kívánok, maradjanak velünk, nézzenek bennünket, az Enigma folytatódik, a következő héten újra itt leszünk a képernyőkön, a viszontlátásra.